Sziasztok, kedves barátaim! Múlt alkalommal beszéltünk, hogy feküdj időben. Most fogunk beszélni arról, hogy kelj időben. Beszéltünk, hogy a Hold bolygó felelős arra, hogy éjszaka, amikor ember alszik, feltöltse pszichikánkat pszichikai energiával. Viszont a Nap bolygó arra inspirál az embernek, hogy költsen a saját energiát, hogy legyen aktív napközben és cselekedjen. Így az egész univerzum ez a ritmus szerint működik, hogyha valaki megfigyelte, hogy reggel, bizonyos időben, korán, hajnalban csend van, szélcsend, nem énekelnek madarak. De egyszer csak egy ilyen, mintha bekapcsolta valaki a gombot, elindul egy kis könnyű szél, és elkezdenek énekelni madarak. Igen, az egész világ a bizonyos törvény, ritmus szerint működik, és ugyanúgy, hogyha ember ugyanazon a ritmussal él, kell korán, legjobb kelés ez a napkelte előtt, vagy legalább 6 óra előtt, aki ilyenkor kell, az összhangban van az univerzumon, a világgal, a teremtéssel. A korai kelés által ember sokkal mélyebb tud felfogni lelki témákat, sikeres lesz, szerencsés lesz, gazdag lesz, híres lesz, erős és ragyogó lesz. Ezért kelj korán, biztos meg tudod csinálni, majd miért ez így működik, és mit kell csinálni, amikor korán kellünk, az majd a következő epizódban elmesélek nektek. Köszönöm szépen, ne felejtsetek el lájkolni a videót, feliratkozni a csatornára, megosztani, és majd folytatjon a következő epizódban. Köszönöm szépen, Hare Krishna!